Aztán ugye jöttek a liceumi évek, és akkor előbb-utóbb édesanyám leültetett, és azt mondta, kicsi barátom, el kellene dönteni, foci vagy tanulás. A legszebb éveim és élményem az akkor volt, amikor tanítottam. Én, amikor a Nagy Mózesnek az épületét megláttam, úgy éreztem, hogy ez engem nem akar elengedni. Én a gyerekeket nagyon szerettem. Az egy olyan világ, hogyha közöttük vagy, sosem beinülsz meg, tehát mindig fiatal maradsz. Szeretek főzni, főleg, hogyha hús van. Valaminek neki fogsz, hogy dolgozol, látod, hogy van eredménye, akkor lassan megszereted. Utána kell nézni, mikor valami fontos dolgot találsz, hogy nem-e hónap elvisznek, mert közben maszkosok is jöhetnek, mert nem divat. Én most már több helyen dolgoztam, az utóbbi 12 év a polgármesterség, de be kell azt vallanom, hogy a legnehezebb mesterség polgármester lenni, mert mindenhez kell érteni. Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Választások lezajlanak, és június 10-én egymásnak a szemébe kell nézünk ismét. Pontosan. Na most, ha én ott dobigálom, és csúnyákat mondok erről vagy arról, akkor 10-én hogy nézek a szemébe?